Ez egy ruha, meg sok ruha. Ezt például az én nagymamám, Isten nyugosszalja, nagymamám és az ő huga varták, amikor kicsik voltak. Szóval, hogy milyen világ lehetett? Hát ez, és akkor ezek maradtak. És akkor kézzelt hozzá ezt a kis kalapkát, egy kis babához. A kéket szeretem, de szeretem a. Hát nem tudom, én a sárgát is szeretem, de a kéket nagyon, a kéket meg a pipacs pirosat nagyon szeretem. Most kicsit angolos lett a házam, de, de a kék benne van. Egy 56-os darabot kezdünk majd, a Tóth és ott én vagyok az édesanyja Tóth Még nincs készen a mű, de már járunk be, beszélgetünk, gondolkodunk róla. Hát nagyon nehéz. Nekem nagyon nehéz ezzel foglalkoznom, mert én akkor nem, tehát én nem voltam úgymond részvevője, hogy, hogy én, mert a bodrogiék gyakorlatilag már akkor nagyok voltak, az vekni kenyérrel járkáltak, de nekem a családom utána diszidált, meg széthullott az egész. Mikor mi gyerekek voltunk, nem beszéltek erről. Semmit, se nagymama, senki. Olyannyira, akkor annyira furcsa világ volt. Nagymamám, anyukám, apukám, mindenki anyanyelvi szinten beszélt németül. Soha senki hozzám egy szót nem szólt németül, hiába könyörögtem, hogy hagyj beszéljek. Anyukám orosz. Nem tudok egy szót se oroszul, csak amit az iskolában tanultunk. Micsoda egy hiba volt, hogy mitől... Törf... Nyilván megvolt az okok, hogy így féljenek, hogy semmiben nem avattak be 56-ról. Nem, hogy beszélni, hát hát írókról, hát titkos, azok titkos, az nem szabad. Nem tudtuk, mi az a titkos, és ezért miket erről úgy le, lesodortak. Szóval olyan dolgokat kell átgondoljak az életemből, ami súlyosak, és nem tudom magam megvédeni előlük. Nem tudom. Ott volt egy nő, a, a múltkor, aki a barátnője volt Tóth Nyolc évig együtt jártak iskolába és kérdeztem, hogy honnan őrizte meg, és láttam a mamázsról a képeket. nagyon szép nő volt. És egy ilyen derűs mosoly volt az a tanárnő. És ugye ez úgy nekem megvan, azt kell majd megtaláljam, hogy hogy tudtak, felkötötték a lány. Hát nem, szóval erre nem tudok gondolni ilyesmire, és ezeket át kell majd fergetni magamon, hogy mi volt az az út, a a tárgyalás útja, és és hogy hogy tudták megbeszélni, hogy a Tóth Ilonkának, amikor majd felakasztják, hogy a temetőig az, aki hozza, hogy ott, a, aki eltemeti, ott valami pirosat rakjanak, hogy tudják, hogy ott van a lány. Hogy ezeket, hogy lehetett, is, és ez a nő is a barátnő, és olyan ragyogó volt. Olyan harmóniával beszélt, hogy hogy tudtak ilyen, ilyen szépek maradni. Meg ez, ekkora fájdalom az már nem szép nem esít Vagy hogyan? Mi a titok? Annál gyönyörűbbet, hogy, hogy te lenézel a tapsnál, és könnyes szemmel mosolyog a néző. Hát ez... És akkor láttad, hogy megríkadtad is, de te magad is írtál. Tehát, vagy, szóval ez, nem úgy van, hogy ő, ő, is veled volt. És szerintem ebbe ez a csodálatos, hogy veled van abban a csöndben. Amikor a Bodnárnéba agyonyúti baltával az egyik fiam a másik fiamat. És ki kell találnom, hogy hogy mentsem meg azt, aki életben van. Ki nem hajlandó, mert be akarja vallani a bűnét. És én mindent el akarok követni, hogy úgy tűnjön, hogy nem ő a gyilkos. És nem, nem jön a gondolat, nem jön, a, hogy, hogy hogy, hogy, és akkor hallom, hogy a közönség ugyanúgy cikázik a fejébe, ugyanúgy a gondolat, hogy jön velem, hogy mit fogok kitalálni, hogy megkönnyebbül, ha én Rátalálok, vagy tovább izgul, ha én tovább, és ez így értve, hogy bármit. De ez olyankor az ember ezt nem tudja, csak érzékeli, hát szeizmográfok vagyunk.